Önök a kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket! Az esküvőket általában a nyári időszakra tervezi a boldog ifjú pár, így hát nem véletlen, hogy a szokásrendhez kapcsolódóan egy olyan tárgy került a Wosinski-Mór megyei múzeum hónap műtárgyait bemutató vitrinjébe, mely a házasságkötéshez kapcsolódik. A divat sok mindent átalakított az emberek életében, de látni fogják, a férjhez menő lányok korábban is nagy becsben tartották az esküvőjükre emlékeztető viseleti darabokat. Az elmúlt évszázadokban a lányok és asszonyok hajviselete fejrevalója mindig is az adott kor divatját tükrözte. Változatosságuk ellenére a viselet a társadalmi normákhoz is alkalmazkodott. Nem volt ez alól kivétel a mennyasszonyi koszorú sem, mely pontosan illeszkedett a nők családi állapotát jelző fejrevalók sorában. Más miatt hordtak a lányok, a mennyasszonyok, a menyecskék, és megint más miatt az asszonyok. Ez a koszorú Tolna megyéből származik, és a boldog pár a vőlegény bokrétájával együtt őrizte meg a kor szokásainak megfelelően. Fuchs Márta néprajzkutató azt mondja, ezek az emberi élet fontos eseményeit idéző relikviák mindig is részesei maradtak a család további életének. Megvolt a helyük a házban, és különleges becsben tartották őket. A mennyasszonyi koszorúknak a kutatása alapvetően nagyon gyerekcipőben jár, tehát mindig tudnak róla a néprajzosok, hogy élt ez a szokás. Ezeket a mennyasszonyi koszorúkat tartalmazó ládákat sok helyen megtaláljuk. Nagyon sokáig úgy gondoltuk, hogy ezek katolikusoknál volt gyakoribb, illetve konkrétan, hogy elrakják őket. Aztán később jöttünk rá, vagy szembesültünk azzal, hogy nagyon sok református családnál is, akár a Sárközben is nyilvánvalóan ezeket a mirtusz koszorúkat azért valamilyen módon elrakták és megőrizték, és ugyanúgy ládába rakták őket. Ha belegondolunk, hogy egy életszakasz átlépéséről van szó, amihez nagyon komoly rítusok tartoztak, ilyen például akár egy keresztelő, egy temetés, akár egy lakodalom. Tehát ez egy komoly életfordulót jelent bármelyik embernek az életében, és ez komoly rítusokat, szokásokat csatoltak. Tehát ilyen volt maga az esküvő is, illetve maga a lakodalom. Éppen ezért a mennyasszonyi koszorú, tehát egy mirtusz koszorú, az nem csak a ruhának az ékességét hivatott emelni, az ünnepélyességét, hanem fontos szimbolikája volt. Az egyik ilyen szimbolikus jelentősége, hogy a leánynak a tisztaságát, a szüzességét jelképezte, a másik, hogy a ünnepélyes levétele évfélkor, illetve a főkötőnek a feltevésével tulajdonképpen a leányság korából az asszonyi avatásnak a rítusa zajlott le, és ennek a szimbolikáját volt hivatott szolgálni. Éppen ezért tették ládába, tehát egy asztalos által készített, látszik, hogy üveg ablakkal ellátott ládába tették, hogy a portól mindentől megvédjék. Általában a tiszta szobába helyezték el, a családi fényképekkel, különböző egyházi vallási tematikájú képekkel, a családi emlékekkel együtt rakták el, és nagyon vigyáztak rá. A koszorú elődjének az évszázadokon át használt párta volt tekinthető, melyet előbbi fokozatosan szorított ki a lakodalmi viseletből az elmúlt 150 évben, átvéve sokszor annak formáját, jelentőségét. A középkor végétől a mennyasszonyi koszorút idővilágokból kötötték, melyhez rozmaringot is tettek. A rozmaring használata napjainkban is megmaradt. Egyrészt a mennyasszony tisztaságát jelképezte, másrészt örökzöld növényként a házasság remélt tartóságát, stabilitását szimbolizálta. A 19. század közepe óta az élővirágokat elkezdte felváltani a művirágkoszorú, majd a polgári hatásra megjelent az apró viaszgyöngyökkel díszített fehér mirtusz koszorú. Ezen is látszik, tehát fehér selyemvirágokkal, borostyállevelekkel, piros, kék bimbókkal díszítették föl, illetve látjuk azt, hogy ezüst szálakkal, illetve különböző rugós rezgőkkel. Egyes feltételezések szerint például ezek a rezgők, illetve az egyenes szálak magát a rozmaringot akarják helyettesíteni, nyilvánvalóan a virágok pedig a virágokat. Ezek mellett megjelentek sokszor ezek a színes kis bogyók, ezek valójában viaszból készült gyöngyök, és színezett gyöngyöket tettek rá. Ennek a divatja, tehát a változásnak a divatja
mindig megfigyelhető volt, tehát a divat azért hatással volt, a polgári viselet hatott egy idő után a parasztpolgári viseletre, ez a divat változott, de azért azt hozzá kell tenni, hogy bizonyos társadalmi normáknak, tehát egy közösség elfogadásának, a közösség normáinak mindig meg kellett felelni a kinézetének. A hónap műtárgya mellett kiállított, de a selyemvirágos koszorú mellett szintén a 20. század elején olyan koszorúkat is gyártottak, ami gyakorlatilag szinte csak viasz gyöngyökből készül, tehát ezek a nagyon tipikus, ezek a tipikus Mirtusz koszorúk, ami látszik, hogy már tiszta fehér színű, tehát ezek passzoltak a szinte tiszta fehér mennyasszonyi ruhákhoz. Ezen is a strasszkövek, a selyemszálak, a rezgők, apró virágok még megtalálhatóak. Viasz gyöngyös mennyasszonyi koszorúkra nagyon kellett figyelni, azért kellett egy hűvös szobában tartani, mert ezek a naptól, a melegtől meg tudtak olvadni, tehát egy család erre mindig odafigyelt, hogy ne menjenek tönkre, ha meg akarták őrizni. A hónap műtárgyának a kinézetével ellentétben aranyozott részei nem fényből, hanem préselt színezett kartonpapírból készültek, melyet a korabeli szatócsboltokban árultak, csak úgy, mint a koszorúhoz és a bokrétához szükséges alapanyagokat. Ezekben a mennyasszonyi koszorú tartó ládákban nem csak a mennyasszonyi koszorú van benne, ez egy nagyon fontos dolog, hanem ugyancsak eltették a vőlegénynek a bokrétáját. Itt is látszik a koszorú alatt lévő kék virág, a különböző a két oldalra lelógó szalaggal, ez a vőlegénynek az öltöny bokrétája. Illetve szintén hozzátartozott, ha volt hely a ládába és elég nagy ládát készítettek, akkor a házaspár kezdőbetűinek, nevének kezdőbetűit is föltüntették. Ebben az esetben nagyon eldugva a PC, illetve az IH szintén látható. Ugyancsak gyakori volt, hogy belerakják az esküvőnek a fényképét, ami szintén itt, illetve az 1924, az esküvőnek az évszámát. Amit most legutoljára láttunk, református ládát, ott nem csak ezeket tüntették föl, hanem egy kétszer ekkora ládáról volt szó, és oda még a vőlegénynek a kalap bokrétáját is beletették, illetve például a mennyasszonynak a csuklóját övező karszalagos karkötőjét is beletették. Tehát olyan jelképeket, olyan apró tárgyakat, ami hozzátartozott az esküvői rítushoz, a ruhán kívül, és bele tudták tenni ebbe a ládába, azt mind megőrizték, próbálkoztak vele. A hagyományok ápolására fordítottak figyelmet Váralján is, amellett, hogy hosszú idő után végre megújul és ezzel lehetőséget biztosít a kulturális tevékenységek kiszélesítésére a művelődési ház, a szakmai munka színesítésére is jut most pénz. Ennek egyik eleme a néptánctábor volt, melynek keretében a népi hagyományokkal szerették volna megismertetni a helyi gyerekeket. A lépések még nem mindig sikerülnek pontosan, és a koreográfia megtanulása is még odébb van. De hát mi mással, mint a csárdás alaplépéseinek elsajátításával nyílhatna meg a Várhajai Tánctábor. Első alkalommal szervezték meg az egyhetes népi kultúrát népszerűsítő és ismertető tábort, ahová elsősorban várhajai kötődésű 3-12 év közötti gyerekeket hívtak a szervezők. Nem kapkodni kell, hanem ütögetni szépen a metrumot, hogy együtt maradjunk. Egy, kettő. Természetes módon a muzsika és a tánclépések mellé szervesen kapcsolódnak a népi mondókák és a ritmus gyakorlatok. A mai fiatal generáció tagjainak figyelmét nehéz lekötni mással, mint a technikai eszközök nyújtott a virtuális világban.
Mégis úgy gondoltuk, van lépjogosultsága egy néptánca és a hagyományőrzésre fókuszáló tábornak, mondta Klami Karanka néptáncoktató, aki az egyhetes rendezvény ötletgazdája. Hát főleg helyi gyerekekre terveztük ezt a programot. A gondolatisága az az volt a dolognak, hogy hát ha most is itt körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy mihelyt leül a gyerek, előveszi a kütyüjét és nyomkodja. És ugye ez biztos, hogy így van-e? És akkor föltettem a kérdést egy ilyen közgyűlésen, hogy miért mással még csináljuk őket. Innen indult az ötlet, és hogy próbáljuk ki, hogy ugyanúgy tudnak-e közösséget alkotni azok által a népi játékok, meg népi mozgásformák által, amiken korosztályok nőttek föl, és jó közösségek lettek, hogy akkor leteszi a telefont. És úgy tűnik, hogy ez bejön. Tehát, hogyha másra megkínálják őket, akkor rákap az ízére. Várján híres és jelentős tánccsoport működött már évtizedek óta. Viszont mára már nincsen helyi gyermeknéptánccsoport, és az idősek szeretnék továbbadni a helyi hagyományokat. Mindemellett az volt a célja a rendezvénynek, hogy teremtsen egy találkozási alkalmat a Várajáról elszármazott ifjú generációnak. Hirtelen pár nap alatt csatlakoztak azok, akik elszármaztak Várajáról, visszahozták az unokáikat, vagy itt lakik a nagymama, nagypapa, és akkor pont most üdültetik itt az unokáikat, és hozzák, hogy a gyökereiket tanulják vissza. Helyi táncokat tanítunk elsősorban, illetve néptánc elemeket. Tehát azokat az alapokat, amelyek elengedhetetlen ahhoz, hogyha egy táncházba betévednek, vagy ilyen alkalomhoz jutnak, akkor könnyen tudják megtanulni azokat a lépéseket, amelyek ezekre az alapokra épülnek. Ezek a lépések ismerősek Ján Benedeknek, aki komlón táncolt már 10 éve, és aki most nagymamájához érkezett Várajára, ahol rengeteg élménnyel gazdagodott. Többféle táncokat, koreográfiát, meg ilyesmiket. Hát van többféle táncunk. Itt mostanában sárközit csináltuk sokat. És mennyivel másabb itt táncolni? Hát itt másabb, mert hát más a környék, meg mások egy kicsit a táncok. És nehéz elsőtni neked, vagy könnyen? Hát nekem könnyen, ezeket a táncokat kicsit könnyebb. És valami újdonság, amivel még itt találkoztál? Hát még nem volt, de lehet, hogy még lesz. És mit tetszett a legjobban idáig? Hát eddig, hát így a tánc tábor a közössége, meg hogy hát, hogy egész nap így itt vagyunk, és jó. Itt a helyi tánctípusok az ugrós, illetve a csárdás lassan és frissen, tehát a lassú és friss csárdás, és az ezekhez kapcsolódó ritmus gyakorlatok kerülnek elő, amit ilyen ritmusbotokkal alapozunk meg, de minden lépés erre alapoz. Tehát ha megtanítunk egy lépést, akkor vagy a kétnegyedre, vagy a négynegyedre épülő lüktetést építi be a gyereknek a mozgásaiba, és ez érdekes módon összecseng a magyar beszéddel is. Tehát, hogy elő van a hangsúly, hogy rálépek, hogy dinamikusan indítom. Fontos, hogy már óvodáskorban megismerjék a népi kultúrát a gyerekek, fejtette ki a település polgármestere Szilbert Éva. A település a Magyar Falu program keretében nyert támogatást, aminek eredményeként a kulturális infrastruktúra is megújul majd a településen. Váraja községben mindig is híres és jelentős tánccsoport működött, ugye már évtizedek óta. Ez sajnos a mostani időkre már csak egy kis létszámú tánccsoport maradt meg, az idősek azért szeretnék továbbvinni ezt a nagyon szép hagyományt. A gyerek tánccsoport a sajnos jelenleg nem működik, és azért is nagyon fontos dolog ez, hogy a kicsikék már akár az óvodáskortól kezdve megismerkedhessenek ezekkel a nagyon szép népi hagyományokkal, megismerkedhessenek a várajai táncoknak az alaplépéseivel. A hét további részében ügyeskedő címmel kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek. Többek között csúhébabát is készíthetnek. Zárásként a helyi népviselet darabjaival is ismerkednek, melyeket fölölthetnek magukra,
és egy fényképpel haza is vihetik. A magyar gasztrokultúra bár elveszítette iránymutató szerepét a világban, sokat tesz hagyományai megőrzésére. Ilyen lépés a Magyarország tortája verseny is, melyben a hagyományos magyar ízvilágot kell a bírárok elé tárni. Tóth Norbert, dunaföldvári cukrászmester idén harmadszor ismét elhódította remekével a megtisztelő címet. Mikor az ember belép Tóth Norbertékhez, szembe ötlik a falod egy vers, melynek kezdőbetűi szülővárosát Dunaföldvárt adják ki. Ez is, mármint a lokálpatriotizmus, családi hagyomány, ugyanúgy, ahogy a szakmai alázat vagy az újítási kedv. Tóth Norbert arra is büszke lehet, hogy harmadszor választották alkotását Magyarország tortájává. Tudják önök, mit jelent a boldogasszony csipkéje? A népnyelv a málnát nevezi így, ezért kapta a kiváló édesség ezt a nevet. A mester azt mondja, nem lehet folyamatos fejlődés nélkül szinten maradni. Kell folyamatosan fejlődni, nem lehet megragadni egy szinten, viszont kell tartani a hagyományos klasszikus termékeket, és ugye a cukrászdába, amiket ugye mindig keresnek az emberek, egy almáspitem, egyespitem, mézeskrémes, emellett pedig ugye készítünk ilyen francia jellegű desszerteket is, ami már ugye innovatív termékek, tehát nagyon újak, különleges alapanyagokból, többféle textúrából állnak, mert folyamatosan fejlődni kell, nem szabad megragadni egy szinten. Ha megmaradunk egy szinten, akkor tehát az nem viszi előre a dolgokat. 13 éves korom óta gyakorlatilag folyamatosan ezt csinálom, ez meg már több mint 25 éve volt, de tehát nem voltam rákényszerítve arra, hogy cukrász legyek, de szerintem 13 évesen nem tudja az ember eldönteni még, hogy mivel fog élete végéig foglalkozni, jó esetben élete végéig, és tehát adott volt a lehetőség, itt volt a helyzet, hogy ugye akkor cukrász leszek, és végül is beleszerettem ebbe a szakmába, meg lehet, hogy azt is mondanám, hogy bele is törődtem, mert ugye nem minden szakma, ez se csak a szépről szól, tehát ennek vannak azért rossz oldalai is, de egy nagyon szép szakma ez a cukrász szakma. Az elején még ugye azt mondom, hogy ugye ezt kellett csinálni, ugye vinni tovább a családi hagyományt, és azóta, amióta abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy külföldi cukrászoktól, külföldi tanulmányutakon sikerült részt venni, tehát onnantól egy olyan jó 12 éve ez a szakmának tényleg a szép és a nagyon kreatív oldala az, ami tudja inspirálni így az embert, hogy teljesen új dolgokat, új alapanyagokkal folyamatosan fejleszteni, tehát az, hogy gondolkozni kell és folyamatosan előre nézni. Ez az, ami szerintem így motiválja az embert ebbe a szakmába. A Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestülete 13. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt augusztus 20-a tiszteletére. A magyaros ízvilágú az ünneppel vagy Magyarországgal összefüggésben hozható tortákat, recepteket várt az ipartestület, amely szigorúan csak a természetes és egészséges alapanyagokat tartalmazhatna. Idén 31 torta közül választotta ki a szakmai zsűri azt a süteményt, mely méltónak bizonyult a Magyarország tortája címre. Tóth Norbert azt mondja, sajnos egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy kiszakadjanak a mindennapi rutinból, és részt vegyenek egy ilyen megmérettetésen. Számára, meséli, a gyermekei a legelső szűrők. És amikor jönnek valami újat, készítek és megkóstolják, hoppa, ez nagyon finom lett, az nagyon jó esőérzéssel tölti el az embert. És ők megmondják, hogy a gyerek az kegyetlenül őszinte, hogy meg is mondják, hogy apa, ez nagyon finom, vagy hoppa, ez nekem most nagyon nem ízlik. Kedvenc süteményem van a millefeuille, a francia krémes, tehát a vajjal készült leveles tészta és egy ilyen vaníliás, tejszínes puding van benne gyakorlatilag. Egy nagyon egyszerű, de egy nagyon, nagyon egyszerű süti, és azt mondom, hogy szerintem az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége, amit nagyon szeretek, de ugyanúgy egy mézes krémest, egy zserbót, egy almáspitét, és még a másik nagy kedvencem, az pedig a frezé, az pedig egy ilyen tele eperrel, és inkább azt mondom, az eper és a vanília az, ami hozzám úgy nagy, illetve a gyümölcsök és a vanília, ami hozzám úgy nagyon közel áll, meg a fagyi. A fagyit azt nagyon szeretem. Baj van a szakmában. Egyrészt hiányzik az utánpótlás, másrészt nagyon megváltozott a világ gasztrokultúrája. És ebben mi magyarok vesztesek vagyunk.
Alig 100 éve még mindig tártuk a divatot, ma már csak követjük a trendeket, meséli. Sokszor azt szoktam mondani, hogy ez is olyan, mint a magyar foci, hogy kicsit el vagyunk maradva, és tényleg el vagyunk maradva a külföldi cukrászoktól, de van az a réteg, aki a fiatalabb generáció, aki akar fejlődni, és fejlődik is, és képzi magát folyamatosan, hogy mi is elérjünk arra a szintre, mint a tőlünk nyugatabbra lévő országok. Egyébként ugye régen tőlünk tanultak, ugye a külföldi cukrászok, most nem mi tanulunk tőlük. Elég nagy a baj így a cukrász társadalomban, tehát a legjobban vannak ilyen évente megrendezésre kerülő ilyen cukrász találkozók, mint például a Cukrász Juniális, és évről évre egyre kevesebb kollega vesz részt rajta, mivel nem tudják ugye bezárni az üzletet, és nekik kell beállni ugye dolgozni a pult mögé, vagy a termelésbe, és azért nem tudnak eljönni. Tehát nagyon, én azt látom, hogy nem nagyon akarnak az emberek dolgozni. És ugyanúgy a cukrász szakmában is, ugye a tévében látják a gyerekek azt, hogy hú, de szép, amit készítenek az olyan mestercukrász, de az a szakmának talán a 10%-a, amit ott lát. Addig el is kell jutni, hogy el tudjunk készíteni egy olyan tortát, vagy egy esküvői tortát, vagy egy figuratortát. Nagyon sokat kell ahhoz tanulni, és csak ezt látják. Tehát nem abból áll a szakma, hogy kiadok egy díszmunkát a kezemből, hanem tudni kell azt, hogy hogyan kell azt elkészíteni, hogy azt meg tudjam csinálni díszmunkára, és ez tényleg a szakmának talán a 10%-a. És a többi az meg ugye a termelés, a napi termelés, mert abból nem lehet csak megélni, hogy ilyennel foglalkozunk. És így hamar elmegy a kedve az embernek, meg ugye a napi 10-12 óra munka, ami azért úgy azért eléggé elhivatottnak kell lenni, és komolyan szeretni kell ezt a szakmát, hogy az ember ezt tudja csinálni szívvel és lélekkel. A Boldogasszony csipkéje hivatalosan, tehát augusztus 20-án a budapesti Várkert bazárban mutatkozik majd be. De Tóth Norbert azt ígéri, ha valakinek kedve van megkóstolni ezt a máldás szépséget, lesz rá alkalma még hosszú ideig. Falu megújító díjat nyert Báta települése. Az elmúlt években létrejött kulturális és intézményi fejlesztéseknek köszönhetően kapták meg ezt a díjat, egyedüli településként Tolna megyében. A polgármester szerint ebből is látszik, hogy megbecsülik a munkájukat, és arra törekszik, hogy tudja folytatni a fejlesztéseket. Egy falu életében mindig nagy elismerésnek számít, ha valamilyen díjban részesítik. Báta nemrég meg is tapasztalhatta, hogy milyen az, ha értékelik az emberek fáradozását azért, hogy egy település élhetőbb legyen. Idén egyetlen Tolna megyei településként falu megújítási díjban részesült a megye határán fekvő falu. A magyarországi falu megújítási díjat a belügyminisztérium írta ki 2019. március 31-i beadási határidővel, amely a lényegében az egyes településeknek a mienségét, a helyszíni foglalkoztatási lehetőségtől kezdve a környezetbarát, a felelősségteljesség, a munkahelyteremtés, az épületek felújítása, tehát egy olyan összanyagot kellett kidolgoznunk a falu megújítási díj pályázathoz, ami felöleli a falu teljességét, a munkahelytől, a kultúrától, a lehetőségektől kezdve minden benne volt ebbe a pályázatba. Mi a falu megújítási díjon belül több kategória volt, és a több területen kiemelkedő teljesítményért kaptunk díjat, amelyet 2019. szeptember 12. és 13-án Iszka-Szentgyörgyön osztanak ki. Ez nem pénzbeli juttatás, ez egy nagyon szép elismerés oklevéllel és különböző díjakkal, tehát tárgydíjakkal. Én borzasztóan örülök, hogy mi ebbe részt vehettünk és nyertünk. A település polgármestere Huszárné Lukács Rozália azt mondja, fontos, hogy a fejlesztéseket a lakosság is megtapasztalja, ezért igyekeznek minden olyan részt jobbá tenni, amiből a falu profitálhat. A településünk, miután az önkormányzatnak nincsenek földjei, tehát ilyen javai, ellenben vannak szép tájaink, lehetőségeink, így a turizmusba szeretnénk úgy elindulni, hogy ezekkel a fejlesztésekkel, munkahelyteremtésekkel
szolgáljuk a település lakosságát. Számos fejlesztést hajtottak végre az évek alatt, aminek köszönhetően megkapták ezt a díjat. A település polgármestere szerint azonban fontos, hogy ezek olyan fejlesztések voltak, amik létfontosságúak ahhoz, hogy egy település jól működjön. Az egészségügyet és az óvodát, valamint a bölcsödét érintő fejlesztések ilyenek voltak. Az egészségügybe léptünk, megépült az orvosi rendelő felújítás, az egészségház felújítás. Az egészségházon kívül, ahol volt egy lakás, a lakásból kialakítottunk egy váróhelységet, aztán két olyan termet, meg szociális blokkot. Az egyik terembe szeretnénk a ZOEP engedélyével helyileg megoldani a speciális ilyen reumatikus betegségekre a kezeléseket. Elindítottuk szintén önerőből két éve a bölcsödét, ugyanis az óvodában kevesebb lett a gyermek, és ezzel felszabadult egy szoba. És teraszt építettünk, tehát ott is fejlesztettünk, így kialakítottunk egy 12 fős bölcsödét. A legnagyobb újítások azonban mégis az utóbbi években készültek. Amellett, hogy fejlesztették a közösségi házat is, kamerarendszereket telepítettek, buszmegállókat újítottak, és a Szentvér zarándok helyet is felújították. Buszmegállókat újítottunk fel, az 56-os út mellé a lakosság kérésére elhelyeztünk két buszvárót, de úgy, hogy meg is világítottuk, modern világítása van. Aztán kicseréltük a világítást szintén a településen, 15 kamerát helyeztünk el biztonságvédelem szempontjából. A turisztikai pályázatban három gyönyörű épületünk van, az egyik a Szentvérhez kapcsolódik, egy zarándokfogadóhely, a másik épület, felújított épületünk itt van a központban, ott turisztikai iroda lesz, ott szeretnénk szintén az egészségügyre fordítva a figyelmet, egy masszás termet, ahol tényleg a beteg, gerincbeteg és tehát a beteg embereknek a gyógymasszása kerülne sorra. Ezen kívül oda kerülne a most is jelenleg működő virágboltunk, és az alsó egységbe pedig szeretnénk egy éttermet, egy halászcsárdát kialakítani, hogy hétvégén is tudjuk biztosítani az ide látogatóknak az étkezési lehetőséget. Cenci János festőművész, nagyon, tehát haláláig itt élt Bátán. A leánya tavaly halt meg egy éve, és az önkormányzatra hagyományozta a galériának a képeit, 26 képről van szó. Kérés az volt, hogy ezt az egészet 50 évig egybe kell tartani, megfelelő helyet kell biztosítani, ennek most a felújítása folyik, megtaláltuk a megfelelő épületet, és remélem, hogy szeptember végéig ezt a galériát meg tudjuk nyitni. A település polgármestere szerint fontos a falu fejlesztése, hiszen ezekkel és a munkahelyek teremtésével lehet megállítani az elvándorlást a kisebb településekről. Felcsendülnek Szekszárdon a közönség nagy kedvencei, mint az Alma Mánia, a Náda házam, vagy a Ma van a szülinapom. Remek a hangulatom, tom, 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 tom. Alma együttes koncert szeptember 14-én vasárnap a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. Műsoruk során nevetve tanítják a gyerekeket, miközben felhőtlen és tartalmas szórakozást nyújtanak az egész családnak. További részletek és jegyinformáció a www.szekszárdagóra.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!